nagyon sok szálon kapcsolódunk a Lokomotív GT zenekarhoz. Ennek az egyik olvasata az, hogy szerintem nagyon inspirálóan hatott az ő munkásságuk, illetve abban a megtisztelő szerepben lehetünk itt, hogy emberileg is elég közel kerültünk a zenekar tagjaihoz. Az a szerencsés helyzetünk, hogy van egy olyan magyar zenekar, akire mind zeneileg, mind karrierben fel lehet nézni, és így példaként lehet magunk elé állítani, és nekünk az LGT abszolút ilyen a mai napig. És nekem például Lauksz Józsefnek a dobolása az kifejezetten ott van azok között, az inspirációk között, amik nagyban hatottak rám. A mögöttünk lévő hangszer az nem más, mint Lauksz Józsefnek volt gyakorlatilag az LGT egyik hős korszakában a hangszere. Egyszer csak megláttam azt, hogy Lauksz József eredeti Ludwig Vistalite dobja, eladó, a teljes, a minden test eredeti állványokkal. Szerintünk ezek a hangszerek azért vannak, hogy játszanak rajta. Úgyhogy mi ez gyakorlatilag napi szinten, most legutóbb Sopronba volt pár nappal ezelőtt ez a dob, de majd megy június 8-án a Budapest Parkba, és ahol meg lehet nézni élőben a dob kiállítást. Meg egy európai turnén is túl van, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy a hangszereknek a színpadon van helye, és nem múzeumokban. És akkor most jöjjenek a gyakori kérdések.hu részletei, amik főleg az LGT-t fogják érinteni, és az Ivan and the Parazol fog rá válaszolni. Szerintetek melyik a legjobb LGT lemez, és melyik a leggyengébb? Leggyengébb azt mondom, nincs. Egyetértek? Nincs gyenge. Mindig magasabbra nekem. Az a kedvenced? Szerintem nem, az a legjobb szerintem. Én meg a mindenkit mondanám. Ami 78 talán, és egy méltatlanul talán kevésbé a legtoppabb lemezek között emlegetett, de én azt nagyon szeretem. Miről szól az embertelen dal? Hogy volt egy fajtól falikáz. Szerintem a kéjelgésről szól. Kéjelgés? Igen. Hogy az embertelen jó. Igen. Nem maradjunk ennyiben akkor. Jó? Amúgy volt nekünk bevonuló zenénk. Volt hát. Sokszor. Ki írja az LGT dalszövegeit? Hát attól függ, hogy mikor. Az elején Adam is Anna írta, de írt Presser Gábor is szöveget. Utána Gil pedig James is? Nem tudom, lehet. Ne hagyjuk ki őt se. És aztán a Dusán írta ugye a következő nagy korszaknak a legendás dalszövegeit. Lauksz József miért ment ki külföldre? Hát én ezt úgy tudom, hogy azért, mert kicsi volt neki az ország, nagyra vágyó volt, és amúgy meg az LGT karrierjében az a pont, amikor ők kim voltak, és aztán haza kellett jönniük, az abszolút indokolta, hogy ők ott legyenek. És aztán, amikor megérezte a kinti létnek az ízét, akkor egyszerűen nem tudott már a egy helyben maradni. Sokszor érzem ezt a kettősséget, meg ezt a nehézséget nálunk is, mert ugye nálunk is egy nagyon fontos cél az, hogy Európában, meg világszinten legyen valahol a zenekar, és ezen rengeteget dolgozunk. Az LGT mitől lett hazánk egyik legsikeresebb együttese? Hát ez nagyon könnyű. Olyan minőségű zenét csináltak, ami letarolta a zeneipart, és a közönség egyszerűen nem tudott más tenni, csak hallgatni őket és elmenni a koncertjeikre. Ez mindent leír, hogy mai napig az egyik legfontosabb szigete a magyar könnyűzenének. Lehet, hogy nem is sziget, hanem egy óriási kontinens, de hogy az sose fog elsüllyedni, az biztos.